Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Nem clickbait a videó, viszont annyit az elején még el szeretnék mondani, hogy ez egy nagyon régi videó, viszont én most találtam rá YouTube-on, és mindenféleképpen szerettem volna azért csinálni nektek erről egy videót, hogy ti is lássátok magát a videót. Szóval itt annyiról van szó, láttátok már más magyar fifásoknál is, hogy játszanak egy meccset, előtte kiválasztanak maguknak egy csapatot, és játszanak egy meccset, és aki a végén veszít, a másik csapat diszkárdol két játékost, vagyis gyors eladásba elad. Itt is ez történik, Pelét fogják diszkárdolni, de az a döbbenet, az a reakció, ami a végén az arcukra van írva, én úgy gondolom, hogy ez 100%, hogy nem egy megjátszott videó, úgyhogy ezért is szeretném, hogyha ezt végignéznétek, amit tudok, azt lefordítok nektek, hogy értsétek, hogy mégis mit beszélnek, a lényeges dolgokat. Úgyhogy kezdjünk is bele a videóba. Ugye mondja, hogy egy szép szabadrugás gólt rugott, amit egyébként nem néztem meg, mert annyira nem érdekelt. Összekeverik a játékosokat. Úgyhogy igazából itt most azt látjátok, hogy összekeverik a játékosokat, és akkor a másik srác, aki ott alul látható, Gamer Brothers, ő fog mondani egy valakit, akit törölni kell. És nézzétek, a jobb felső sarokban lesznek azok az arcok, amiket nézni kell, az ő csapatokból lesz törölve játékos. Az a döbbenet, ami az arcukra lesz írva. Az egyszerűen, tényleg a zene is annyira jó átadó ezt a videót, hogy egyszerűen hihetetlen. Kérdezte ugye, hogy ki a legdrágább játékos Pelén kívül Informba, de hát mondják neki, hogy ugye Beckenbauer is itt van. Ő gondolkozik, hogy kit válaszol. Ő neki pedig a szívét mondja, hogy a szívem. Ugye a bal védőt törölteti velük, igazából másik legidegebb játékosokat. Ira heißt er. Ja, aber der ist, sag ich mal, okay, ne? Also. Erre azt mondom, hogy még oké. Ja. Ugye azt mondja a srác. És nézzétek a jobb oldali srácnak az arcát, hogy ezt a döbbenetet, amikor kimondja, hogy a Pelé lesz az. So, schönes Freistoßtor, Junge. Ich nehme als letzten Spieler, fickt euch. Nézzétek az arcát. Júj. A keepert válassza a kapust. Visszakérdez, hogy biztos. Biztos, hogy a kapust választom? 100% sicher. 100%-ig biztos. És nézzük a jobb oldali srácot már. Ezek, én úgy gondolom, hogy ezeket az arcokat nem lehet megjátszani. Amit itt ők ide raknak. Megszólítják ezt, hogy hallom. Kit találtam? Ki az, akit választott? Megszólítja őket megint. Tisi Schubech, ugye a csatornáknak a neve. Nézzétek azokat az arcokat, hihetetlen. Itt vagytok? Ki az, kérdezi? Mondjuk a Pelé nevet. És nézzétek meg! Nein! Ihr verarscht mich! Hab ich nein! Da liegt mal ein Kitsch drin, der Geschäft ist. Ich wollte euch an der Palette. Jetzt kommt hier FIFA Germany Prank, haben die euch wieder angeschrieben. Was ist? Hör auf, du kannst kein Pelé ablegen. Ihr verarscht mich, Hör auf, als ob ich Pelé sitzen könnte. Pelé ist gerade. Ich kannst kein Pelé ablegen, Mann! Nicht im... Nein! Kannst kein Pelé ablegen, Mann! És elnevet rajta, hogy a Pelét választottad. Ezeket az arcokat én úgy gondolom, hogy nem lehet megjátszani. Hát ez... Én nem hiszem, hogy ez egy megjátszott videó lenne amúgy. Lehet látni, entweder das ist gerade der größte Break der Geschichte. Hab ich nie, oder? Leute. Ey, Timo ist weg. Der ist weggefahren, ne? Er meint doch Timo. Ich weiß nicht, Timo... Ja, es ist real. Timo hat einen... Was? Timo hat einen Pelé abgelegt und der ist einfach fest weggefahren. Schick mir ein Foto. Moin, ich küsse ja, da geht Fortnite. Gib mir den Beweis. Ich kann mich erst dann fragen. Ich werde locker geprankt, 100%. Was ist das hier, weil der so jacht, wer ist? Der ist weg, was soll ich denn dir da schicken? Ja, weiß ich nicht, irgendein Beweis. Was soll ich dir da schicken? Hier erstes Bild von der Mannschaft. Leffen che bezina che ha ciappatot, was mondia? Halt dein Maul. Spielernamen suchen, so da fixst du alles. Ich nehme dir jetzt Video auf. Ich habe vorher ein Video odcinal loro, da Club bei Shopkick waren. Das siehst, hier ist kein Pelé mehr drin. Nicht der Batman nach Pelé. Hier ist nichts mehr. Ich hab den PC-Monitor von uns hier reingewichst, ne? Was? Hast du was kaputt gemacht? Ich hab den PC-Monitor reingehauen, meine ganze Hand tut weh, alle. Feiner Kerl, kannst du mir nicht mehr werten. Timo ist runter ins Auto, ist wegfahren, ne? Timo erwähnt das Auto, oder? Ich finde es eigentlich gar nicht zum Lachen, du. Also ohne Scheiß, ne? Also ohne Scheiß. Fú, gyerekek, ez nagyon brutál amúgy. Nézzük meg a felsőnek az arcát, de nem hiszem, hogy ez megjátszott, tehát ez annyira beteg. Wenn das jetzt real ist. Úgyhogy ez igaz. Wir haben hier nichts verarscht, ey. Ohne Scheiß, mir ist auch etwas Spaß, hier irgendwo rumzulachen, ey. Puh, nagyon ki van készülve, gyerek. Scheiß, wenn das wahr ist, wenn das real ist, möchte ich den fettesten Hashtag Ehrenmann-Spam aller Zeiten sehen. Úgyhogy srácok, igazából ez ennyi lett volna igazából ez a kis trash videó, nekem is ez az első a csatornán. Én úgy gondolom, hogy ezt a videót érdemes megnézni, srácok, az egész videót leteszem egyébként a leírásba, mindenféleképpen nézzétek meg. Hát azért na, nagyon jól el van találva egyébként a videó is, mint zeneileg, mint tényleg az a dramatikus, azok az arcok, amik rá vannak ilyenkor írva, az a fájdalom. Hát szerintem nagyon kemény. Én nekem nagyon tetszett, ezért szerettem volna megmutatni nektek. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan menjetek fel a Tisi Schubechnek az oldalára és lájkoljátok. Ha meg szeretnétek még ilyen trash tartalmat, akkor like, iratkozzatok fel, aztán lehet, hogy rászállom magam, hogy még ilyen szar 10 perces videót, amivel igazából munka sincs, felrakjuk a csatornámra. Na addig is sziasztok!